Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. A felvidéki Tardoskednek, Bonyhád testvérvárosának ajándékozta használaton kívül került kisbuszát a kisvejkei önkormányzat. A Völgységi Település a Magyar Falu programban nyert egy új járművet, de a pályázat egyik feltétele volt a régi elajándékozása egy határon túli magyar település számára. Ez a busz szolgálta mindeddig a kisvejkei önkormányzatot feladataik ellátásában. A Magyar Falu program lehetőséget biztosított számukra egy korszerűbb jármű beszerzésére, ám ehhez a régit fel kellett ajánlani egy határon túli magyar közösség javára. Ekkor került el képbe Tardosked, Bonyhád felvidéki testvérvárosa. A közös önkormányzati hivatalban dolgozunk több településsel együtt, és így a falvak partnerek voltak abban, hogy Bonyhád városának testvértelepüléseit segítse azáltal, hogy azok a határon túl lévő testvértelepüléseink, akár délvidéken, akár a felvidéken, akár Erdélyben a rendelkezésünkre állnak, azokat támogassuk így módon is. Szerintem egy nagyon jó ötlet volt a kormánytól, hiszen ezáltal is tudjuk a határon túli településeket segíteni, azokat a magyar lakta településeket, ahol nincsen ilyen lehetőség. Úgyhogy én örülök annak, hogy erre a busz átadásra mai nap sor kerületet, és bízom benne, hogy a tardoskeddiek, akikkel már hivatalosan ugyan 23 éve tartjuk a testvértelepülési kapcsolatot, de az emberi családi kapcsolatok révén gyakorlatilag sosem szakadtak meg, ők nagyon sokáig jó egészséggel fogják tudni használni. Megtörtént a hivatalos szerződés aláírás, és a busz elindulhatott új telephelye felé. Tóth Marián, a tardoskeddiek polgármestere arról beszélt, a településen számos civil szervezet működik, akik számára nélkülözhetetlen egy ilyen közlekedési eszköz. Tardosked községének nagyon nagy lépést jelent ez előre, hiszen Bonyhád városával testvértelepülési kapcsolatot ápolunk már 1998-tól, és a mi viszonyunk évről évre javul, és kulturális, mint sportrendezvények területén is minden évben, most ugye leszámítva a koronavírus járványa való helyzetet, évről évre rendezvényeket szervezünk, és a település számára ez nagyon nagy segítség lesz, hiszen újfent tudunk majd a közösségnek abban segíteni, hogy akár a nyugdíjas klubnak, akár a sportolóknak, akár az énekcsoportjainknak és polgári társulásainknak így módon tudunk segíteni, hogy az utaztatásukat biztosítjuk akár a testvértelepülésekre, akár más rendezvényekre. Nálunk Tardoskedden 12 polgári társulás fejti ki tevékenységét, ezek mind aktívan együttműködnek Tardosked község önkormányzatával, és mind a mellett még működik természetesen a Csemadok is, a nyugdíjas otthon és a napközi otthon is, ahol a tardoskeddi nyugdíjasok töltik mindennapjaikat. A kisvejkeiek örömmel adták át a járművet. Farkas Jókai Noémi polgármester azt mondta, ez így a legszebb évkezdet. Még 2019-ben a már meglévő és működő falugondnoki szolgálat fejlesztése céljából településünk a Magyar Falu program keretében nyújtott be pályázatot egy új gépjármű beszerzésére. Pályázati elbírálás főbb szempontjai mellett különösen támogatott volt az a lehetőség, hogy az önkormányzat a lecserélt, de még működőképes, jó állapotban lévő falubuszát egy határon túli magyar közösség számára felajánlja. Ezért, mivel hogy mi is Bonyhádhoz tartozunk, Bonyhád város testvértelepülését Tardoskedet választottuk. Szerettük volna már korábban átadni a falubuszt, de a járványügyi helyzet ezt többször megakadályozta. Így én úgy gondolom, hogy 2021-es évet egy ajándékozással kezdeni a nemzeti összetartozásnak egy különösen szép momentuma. Kisvejke mellett több völgységi település döntött hasonlóképpen, így kerülhetnek majd további járművek a határon túlélő magyar közösségek tulajdonába. 2021-ben több jelentős, az adózókat széles körben érintő változás történt a helyi adóztatásban. Így van ez Bonyhádon is. Többek között a kormány csökkentette az iparűzési adó mértékét. Az autósokat érintő változás is történt, ugyanis január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. Több adózással kapcsolatos változás történt 2021. január 1-től. Például csökkentette a kormány az iparűzési adó mértékét, ez Bonyhád esetében 1%-os csökkenést jelent. A kedvezményt az egyéni vállalkozók, őstermelők és kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, mondja Lovász Enikő, a Bonyhádi adócsoport vezetője. Elsőként szeretném kezdeni azzal a kedvező kormányrendelettel, amely alapján csökken az iparűzési adó. Ez azt jelenti, hogy Bonyhádon
az iparőrzési adó mértéke 2%-ról 1%-ra csökken. A kedvezménye jogosultak az egyéni vállalkozók, az őstermelők és azok a kis és középvállalkozások, ahol az alkalmazotti létszám 250 fő alatti, illetve árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem éri el a 4 milliárd forintot. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintettek a 638/2020-as kormányrendeletben foglaltak alapján nyilatkozzanak 2021. február 25-éig a székhely telephely szerinti önkormányzatoknak. A jogosultaknak az önkormányzatok a 2021. márciusi adóelőlegét hivatalból határozathozatal nélkül 50%-kal csökkenti. A 2021. szeptemberi adóelőleg részlet az 1%-os adómértékkel kerül megállapításra. A katás adózóknak nem kell nyilatkozatot beadniuk. Az ő esetükben az önkormányzatok hivatalból a 2021-es kivetések során állapítják meg a kedvezményes adóösszegét. Ez azt jelenti, hogy Bonyhádon 2021-ben a katás vállalkozások 50 ezer forint helyett 25 ezer forint iparűzési adót kell megfizessenek. Ismételten szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kedvezményre csak akkor jogosultak, ha beadják a nyilatkozatukat, és ezeket a nyilatkozatukat február 25-éig megteszik. Az autótulajdonosokat érintő változás is történt, ugyanis az év elejétől a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat már nem az önkormányzat látja el. 2021. január 1-től a gépjárművek adóztatásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzatok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság látja el. Ez azt jelenti, hogy az adózók 2021-ben a gépjárműadó határozatokat, az értesítőket és a gépjárműadó megfizetéséhez szükséges csekkeket a NAV-tól fogják megkapni, és a NAV által meghatározott gépjárműadó beszedési számlára kell a gépjárműadójukat megfizetni. A mozgáskorlátozott mentességet igénylőknek szeretném elmondani, hogy mentességi kérelmüket 2021-től az állami adóhatóság felé kell benyújtsák. Azok, akik ezt a jogosultságot korábban igényelték, és jogosultak voltak rá 2020. december 31-én, részükről nincs semmi teendő, mivel az önkormányzati adóhatóságok a mentességekről adatot szolgáltattak a Nemzeti Adó- és Vámhatóság részére. A Bonyhádi kórházban az elsőként jelentkezők már túlestek a koronavírus járvány elleni első oltáson, mondta Barca Zsolt az intézmény igazgatója. Simon Mária gyermekorvos, aki maga is átesett az oltáson, azt mondja, semmilyen mellékhatást nem tapasztalt a beadást követően. A kórház igazgatója szerint ez az egyetlen módja a járvány hatékony kezelésének. A Bonyhádi kórházban első körben 55 szakdolgozó kapta meg a vírus elleni oltást. Őket a jövő hét folyamán oltják újra. A listára újabb 50 dolgozó iratkozott fel, őket napokon belül oltják. Barca Zsolt igazgató azt mondja, semmi mellékhatása nem volt az oltásnak. Tapasztalatai azt mutatják, hogy folyamatosan nő a beoltottsági hajlandóság, ami egészen biztosan gyorsítja majd a vírus megszűnését. Barca Zsolt azt mondja, a világ összes járványának a végét a vakcinázás jelentette, és bár ma még nem született meg a hosszú távú megoldás, a jelenlegi oltóanyagok megfelelőek lesznek a gyors beavatkozásra. Simon Mária gyermekorvos is arról szólt, a saját és kollégái tapasztalata az, hogy adott az oltás egyfajta megkönnyebbülést. A környezetemben, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy várják, mindenki fél, mindenki szeretné magát biztonságba érezni, és várjuk nagyon a védőoltást. Mi is vártuk, egészségügyi dolgozók, megkaptuk, ez már egy megnyugvást adott nekünk, többi kollégáimmal beszélve ők is egy megkönnyebbülést éreztek, hogy megkapták a védőoltást. Én még nagyon ellenzővel közvetlen környezetemben nem találkoztam, hiszen nincs is értelme vele szemben ellenkezni, mert egy halálos
betegség is rendkívül gyorsan terjed, világjárvány, megállítani másképp nem lehet, mint minden fertőző betegséget a védőoltások beadásával, ami az elsődleges megelőzése a súlyos betegségnek és a világjárványnak. Mi kaptunk egy ajánlást a védőoltásnak a leiratáról, kinek adható, hogy adható, kinek javasoljuk. Ők is szintén tanácsolják, hogy minél többet oltsunk. Sajnos a gyerekeknek még 16 éves kor alatt nem adható. Ennek csupán az az oka, hogy nincs kipróbálva. Tehát még nincs tapasztalat arról, hogy hogy viselkednek, vagy hogy reagálnak a gyerekek. Mihelyt ezzel kapcsolatban is lesznek tájékoztatásuk, valószínű, mint egyéb védőoltásoknál is, a gyerekek is majd előbb-utóbb meg fogják kapni. De pillanatnyilag a leíratban mi úgy kaptuk meg a tájékoztatást, hogy 16 év felettieknek ajánljuk. Nem adható az oltás továbbá a kismamáknak, és azoknak, akik védőoltástól valamiféle allergiás reakciója volt korábban. A beadás módozata jelenleg, ami forgalomban lévő vakcina, két darab védőoltásból áll. Kap egyet valaki, utána a 21. nap után kapja a másodikat, maximum a 28. napig ki lehet tolni, tehát ha közben valami betegsége lesz mondjuk lázas, de a 28. napig be kell fejezni, és megkapja a második oltást a 21. napon, és utána egy hét után várható a védettség kialakulása. Körülbelül olyan 70%-os az első oltás után, a második oltás után pedig egy rendkívül hatékony, 90-100% közötti hatékonyságú a védőoltás az leírások és elmondások alapján, ami nagyon fontos, tehát nagyon hatékony és nagyon kevés mellékhatással járó védőoltás. Ha valaki valamilyen immunbetegségben szenved, ő kérjen gondozó orvosától javaslatot, mert az ő esetükben mérlegelni kell a védőoltás hasznát. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként a himnuszt. Az ilyenkor szokásos ünnepségsorozat a vírushelyzet miatt az online térben történik majd. Bonyhádon a könyvtár egy játékkal is készült. A Magyar Kultúra Napján számos rendezvényre kerülne sor az országban, így a Sajmár Imre városi könyvtárban is. Ám a vírusveszély miatt ezekre idén nem, vagy csak a világhálón keresztül kerülhetnek sor. A könyvtár erre az alkalomra egy online játékot szervezett. Online quiz a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, nagy érdeklődés van rá, és mindenkit arra biztatunk, hogy töltse ki még. Ez egy állandó játék, egy körülbelül negyed óra alatt kitölthető quiz, és önmagát értékeli, hogyha az ember kitölti, akkor utána az eredményét egyből megkapja. Magyar irodalom, magyar festők, szobrászok, lényegében. De nem csak a felnőttekre gondoltak, a kisebbek számára is olvasási vetélkedőt szerveztek. A legszorgalmasabb győztes tavaly 144 kötet elolvasását igazolta. Könyvtárunk az olvasás népszerűsítésére. Ez 2007-ben elindította az Olvasó Király versenyünket, amely a Kultúra Napjától egészen december 20-áig tart. A feladat, hogy a könyvtárból egy szabadon választott könyvet ki kell kölcsönözni, hazavinni, kiolvasni, utána visszahozni, és a tartalmát röviden elmondani nekünk, könyvtárosoknak. Minden negyedik kiolvasott könyv után apró ajándékok közül választhatnak a gyerekek. December 20-án lezárul a verseny. December végén összesítjük a kartonokat, és január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy ünnepélyes keretek között átadjuk a díjakat, illetve megválasztjuk az Olvasó Királyt. A könyvtár online felülete megújulás előtt áll, és ez az intézmény logójának újra tervezését hozta magával. A háttérben egy honlapfejlesztés is zajlik. Az új logót a honlapon és mindenféle más marketing eszközökön szeretnénk felhasználni a jövőben. Egy nyílt pályázatot írtunk erre ki. Bárki küldhet be pályaművet, vagy digitálisan, vagy papíralapon nekünk az elérhetőségeinkre. Január 31-ig várjuk a pályaműveket, amit a zsűri február 2-án fog zsűrizni, és a honlapunkon fog megjelenni ennek az eredménye.
A győztes pályaművet használja majd a könyvtár az online, illetve a marketing felületein. A mindennapi stressz levezetésére kezdett el ékszereket készíteni következő riportunk főszereplője. Balogné Jókai Erika nem akart ebből sosem üzletet csinálni, és ma is a pénzvilága jelenti számára a munkát. Azt mesélte, volt olyan ékszer, aminek 8-szor állt neki, de nem adta föl. A történet úgy kezdődött, hogy Erika talált egy ékszert, amire nagyon vágyott, de úgy gondolta, ő is képes önmagának megcsinálni. És neki állt, hogy a sikerélmény aztán továbbhaladásra sarkalja. Elkezdtem alapanyagok után kutatni, ahhoz a kimondottan ahhoz az egy ékszerhez, és aztán megvalósítottam magamnak. És akkor ez így hozta a többit. Teljesen így saját magamtól, amihez nekem kedvem van, ami nekem tetszik, azokat készítem, amit én szívesen hordok, olyan dolgokkal szoktam kezdeni. Alapvetően magamnak, igen. Ezzel indult, hogy alapvetően magamnak, aztán így jött hozzá, hogy hát akkor, ha már én ezzel foglalkozom, és tudom, hogy az ismerőseim közül többen ezt kedvelik, akkor ajándékba, meg a családnak ajándékba. Azért kezdtem el rendszeresen készíteni, hogy ezzel levezessem így a mindennapi problémáimat, a stresszt, a gondolatokat. Ez teljesen kikapcsol, mert vannak olyan minták, aminél számolgatni kell közbe, hogy ne tévezd el, mert aztán nem az lesz belőle a végén, amit szerettél volna. És amíg ott ülsz fölötte, és válogatod a színeket, hogy most melyik után következik, és számolgatod, hogy melyikből hány szem kell, nem tudsz másra figyelni közbe. Ez maradt a hobbim, meséli Erika, aki polgári foglalkozásában a pénzvilágában tevékenykedik. Ez az egyensúly, mondja, ha nagy a stressz, ezzel vezetem le. Ez a medál volt az egyik legnehezebb darab, amit eddig készítettem. Ezt saját magamnak terveztem. Hát 7-szer bontottam vissza, 8-ra lett az enyém. Egyszerűen nem tudtam feladni. Ezt most ne úgy képzeljétek el, hogy ezt megfűztem 7-szer egymás után egy ültő helyemben. Hát ezt többször feladtam menet közben. 3-szor álltam neki egymás után, és akkor utána egy kicsit félre raktam pihentetni, hogy nem biztos, hogy ez annyira kell nekem, de egyszerűen nem tudtam megszabadulni a gondolattól, nem tudtam megválni tőle. És akkor miután készítettem egy-két másik darabot, ami azért úgy pozitívan feltöltött, utána mindig előkerült. És akkor az egészet még egy kicsit megbonyolítottam azzal, hogy ennek a medálnak két oldala van, mind a kettő mintás, mind a kettőhöz külön meg kellett tervezni, hogy ezek a végén szépen összepasszoljanak, a szemek összeérjenek, mindkét oldalon ugyanúgy jöjjön ki, hogy a vége összeilleszthető legyen, de végül is én elégedett vagyok vele. Azt mondja, sokszor ül le egy nehéz nap után, és mire a mintákat kiszámogatja, elszáll belőle a fáradtság. Véleménye szerint mindenkinek szüksége van egy olyan elfoglaltságra, amit levezetésként űz. Vannak mindig újak, vannak olyanok, amit ugye az elején túl bonyolultnak találtam én is, hogy na, ebbe én biztos nem vágok bele. Aztán van olyan, amit elkezdek, mert tetszik, de nem sikerül, és akkor van, hogy nem tudom feladni. Kihívás. Szerintem egy nagyon jó önterápia. Nem tudok jól tanítani, így nem is vállalkoznék arra, hogy másoknak is megmutassam a tudományom, vallja magáról. Ehhez annyira finom mozgás kell, hogy nagyon meg kell legyen a másikba, másik emberben is ez, és kell így legyen összhang köztünk, hogy én annyira tudjak vele foglalkozni, hogy így ezt az úgymond tudást át tudjam adni. Beleszeretek a darabjaimba, és nagyon nehezen válok meg tőlük, így aztán a legszebbek velem maradnak, meséli Erika, aki azt is elárulja, ha neten vesz egy ruhát, közben már tervezgeti hozzá a megfelelő ékszert. Nekem nem életcélom, hogy hazajövök, munka után csak leülök, és nem tudom, nézem a tévét, vagy hallgatok zenét, nekem kell közben valami, amivel még foglalkozom. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!